Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ezen az órán szeretnénk az olasz fasizmus kialakulásáról és működéséről beszélni. Olaszország ugye fontos állama egész Közép-Európának, és sok évszázadokig nem volt egységes állam, majd ugye a 19. század végén egy nemzeti felkelés következtében megalakult az olasz királyság, az egységes olasz állam. Az első világháborúban az Antant oldalán harcolt ez az ország, és az első világháború után pedig hát olyan helyzetbe került, amire nem gondolt volna. Eléggé csalódott lett ugyanis. Az Antant hatalmak meglehetősen komoly területi ígéretekkel halmozták el, épp azért, hogy a szövetséghez álljon. Az első világháború után viszont egy általános frusztráltság, csalódottság alakult ki ebben az országban, mert a megígért területi jutalmak vagy zsákmányok közül többet nem kapott meg. Ez részben annak köszönhető, hogy a párizsi békében, békerendszerben meghatározó nagyhatalom Franciaország, Jugoszlávia egy új szövetségi államnak a kialakításában volt érdekelt és támogatásában, és így egy komoly területi vita, területi marakodás alakult ki Dalmácia ügyében, amely egyébként hosszú ideig a Magyar Királysághoz tartozott, később pedig az Osztrák-Magyar Monarchiához. Ezért Olaszországban sokan úgy érezték, főleg a hazatért frontkatonák, hogy valami várt föllendülés és pozitív fordulat helyett egy frusztrált, vesztes államoknak az életérzését élik át, és ezt nem érdemli meg az ország, és nem érdemli meg a nemzet. Ezt az általános csalódottságot néha meglepő és történelemben nagyon egyedi magánakciók próbálták ellensúlyozni, egyet kiemelnék. Ez a híres költő Gabriele D'Annunzio-nak a magánakciója, aki ugye Fiume városát, ami ma Horvátországhoz tartozik, és Rijekának hívják, szabad csapatával elfoglalta és csatolta ki szeretett hazájához, Olaszországhoz. Mutatja az akkori idők képlékenységét, hogy a területek, határok ugye az első világháború után még nem voltak szilárdak, és ilyesmi akciók, ami egyébként sikeres volt, sikerült valamelyest a sértett olasz öntudaton esett csorbát valamelyest kiigazítani. Természetesen ez nem volt az egész országra érvényes, meghatározó cselekedet. Tömegek érezték úgy, hogy kilátástalan a helyzetük. Nagyon erős volt abban az időben, szerte Közép-Európában a kommunistáknak a befolyása. Ez egy valós veszély volt. Részben erre alapozódtak az egyes országoknak a szélső jobboldali mozgalmai, amikből Olaszországban a fasizmus, illetve Németországban a nácizmus nő ki. Északon az elégedetlen munkanélküli tömegek sok szélső baloldali politikus és szónok hatására gyárakat foglaltak el, délen pedig a kevésbé iparosodott, kevésbé fejlett Dél-Olaszországban pedig földeket foglaltak el a parasztok. Mind a kettő ugye tulajdonképpen olyan balos agitációk hatására következett be, amivel nem tudtak megoldani semmit, de végül is a tulajdonhoz jutás, illetve a nagy tulajdonosoknak valamiféle megbüntetése, korlátozása volt a levegőben, és ahogy látni fogjuk, ezt majd éppen egy szélső jobboldali politikus, aki egyébként a munkálkodását, a pályafutását a bal oldalon kezdte, Benito Mussolini fogja megvalósítani. Mussolini ugye Olaszország emblematikus politikusa, bár természetesen nem egy jó hírű vezető, egy olyan rendszert alakít majd ki, amit fasizmusnak nevezünk. Maga a szó általánosan az összes szélsőjobboldali diktatúrára valamiképpen alkalmazott, de eléggé hibás kifejezés, hiszen a szélsőjobboldali diktatúrák közül a nácizmus és a fasizmus is, bár mutat hasonlóságokat, párhuzamokat, azért jelentős eltéréseket is találunk közöttük. Nézzük meg, hogy Mussolini hogyan került hatalomra, és hogyan valósítja meg rendszerét. Ahogy említettem, ő egy baloldali újságíró volt, számos cikke fönnmaradt a nagy tulajdon igazságtalanságáról, a szegények, elnyomottak helyzetének a szükségszerű változtatásáról. De valahogy átsodródott az ellenkező irányba, úgy látta, hogy nemzeti eszme és a nemzetbe vetett hit
mégpedig ennek erőszakos és energikus képviselete nélkül nem létezik, nem lehetséges Olaszország sérelmeinek a biztosítása. Ezért megalakítja a fekete ingesek mozgalmát, és ennek élén látjuk ugye ilyen büszke testtartásban, egykori frontkatonák élén meneteléseket, demonstrációkat szerveznek. Az ő ígéreteik tulajdonképpen hasonlítanak a baloldali és kommunista politikusoknak a demagógiájához, hogy a földosztás, a nagy tulajdon korlátozása, az úgymond igazságtalan tőkének a megszabályozása, általános népjóléti intézkedések, viszont azzal a fontos különbséggel, hogy ők mindezt párosítják egy erős nacionalista demagógiával, hogy a nemzetnek a fölemelkedése, a régi dicső múltnak a visszahozatala, és ugye Olaszországnál az egyértelműen a Római Birodalom lehetett, aminek az örökségét, ha történetileg nem is nagyon lehet bizonyítani a mai olasz néppel, de ezt kulturálisan megkísérelték Mussolini és párt társai. Választottak ehhez nagyon látványos jelképeket, itt láthatunk is, a híres római fascész egy olyan bárd, ami vessző nyalábokkal van körülvéve, és az ókori római köztársaságban ezt a liktorok, két ilyen testőrféle ember a konzulok előtt hordozták a nyilvános felvonulásokon. A jelképe ennek a bizonyos, hát nem fegyvernek, hanem azt mondanánk inkább szimbolikus államhatalmi eszköznek, az volt, ugye, hogy az állam az büntetni is kész, és megvan a joga és hatalma a bűnöknek a megtorlásának, viszont egy nagy egységben működik a néppel, tehát nem öntörvényű, nem olyan fajta egyszemélyi zsarnokság, ami önkényes, hanem a nép felhatalmazásával végezhet bizonyos erőszakos, ám törvényes akciókat. Természetesen, ugye, amikor ezekből diktatúra lesz, hogy Mussolini is ezt megvalósítja, és még inkább majd Adolf Hitler, akkor már a népre való hivatkozás az pusztán egy maszlag, egy önkényes és talajtalan valami, de hosszú ideig egyébként Mussolini rendszere meg tudta téveszteni az európai közvéleményt, és olyan középpolgári, sőt még enyhe baloldali gondolkodók is rokonszemvel nézték ezt a fajta államalakulatot, akik később ugye hát szinte el kellett, hogy gondolkozzanak a saját lelkiismeretükön, mert ugye egy totális diktatúráról lesz majd szó. De hogyan is valósul meg ez? Ezek a fekete ingesek ugye rohamosztagokat alkottak, verekedéseket provokáltak, mindenképp nem öncélúan, hanem hogy a kommunistáknak a úgymond zavargásait és nemzetietlen idézőjelbe megnyilvánulásait korlátozzák, és mindenképpen erőt és rendet és valamiféle stabilitást akartak a nép felé sugározni. Annyira sikerült ez nekik, hogy végül is a híres fölvonulása Mussolininek a Marches sur Roma 1922-ben a menetelés Rómába azt jelenti, hogy ő neki átadja a király, mert királyság volt ugye Olaszországban, a hatalmat és megbízza a miniszterelnöki tisztsel. Igazából ez egyfajta ilyen csalfa reménykedés volt, hogy valóban ez a megígért erő, ez a rendteremtés a káoszból, a szegénységből és az anarchiából majd valahogy kihúzza Olaszországot és a helyes útra tereli. Későbbiekben be kellett látni sokaknak, hogy ez az út egy egészen új Mussolininek a néha zavaros, néha ellentmondásos ideológiákból épülő egyéni útja, amit Olaszország egy jó ideig követett. Egyébként már egy évvel korábban, 1921-ben megalakul a Nemzeti Fasiszta Párt. A fasizmus fogalom az egységre akar visszavezetést találni, tehát maga a szónak a gyöke, és ugyanebben az évben alakult meg a Kommunista Párt is. Itt láthatunk rögtön egy párhuzamot a német nácizmus és az olasz fasiszta mozgalom között, kétségkívül a fasiszta olasz mozgalom volt az első, sok mindent átvett Hitler a pártnak a hatalomért folytatott küzdelmeiről, például demonstrációkat, külsőségeknek az erőteljes használata, a demagógia, a harcias szónoklatok, és azt is láthatjuk, hogy akárcsak majd később Németországban, itt Olaszországban is, hogy a kommunisták is legalábbis a kezdeti stádiumban erősek voltak, és a fő éle a harcnak, a fő iránya a kommunistáknak a visszaszorítása volt, ami aztán később ugye más pártoknak a felszámolását is jelenti.
Amikor létrejön Mussolinnek az első kormánya, ez egy koalíciós kormányzás, több mérsékelt jobboldali párttal összefogva, 1922-től 25-ig alakít ki ilyen kormányokat, amikor még nem nagyon tudják az emberek, bár látják az ő személyiségét, rendkívül ilyen büszke, mai szemszögből nézve kicsit nevetséges pózokat szeretett fölvenni, harci szónoklatokat, néha régi római császárok szobra mellé állva igyekezett megvalósítani az erő és a tekintélynek a nimbuszát. Ezen koalíciós időszakban is azonban egymást érték az erőszakos akciók, a fekete ingesek nem akartak olyan könnyen leállni és abba hagyni az utcai zavargásokat, hanem a párt vélt vagy valós ellenfeleit, ugye akkor még több pártrendszer volt, néha verésekkel, megfélemlítéssel, sőt gyilkosságokkal próbálták és tették is tönkre. Így nagyon híres például az utolsó, a nyílt diktatúra előtti utolsó ilyen híres gyilkosság, egy Matteotti nevű szocialista politikusnak a megölése, ami tulajdonképpen megtorlás nélkül marad. Ez mai szempontból visszanézve lehet, hogy egy teszt is volt Mussolininek, hogy meddig lehet elmenni az erőszak és a társadalomnak a tulajdonképpen a megfélelmítése terén. Nem nagyon volt rá reakció, igazából a király is, hanem ünnepelte, de tudomásul vették ezt az erőszakos akciót, így Mussolininek a következő lépésre is lehetősége lesz, ez pedig a nyílt diktatúrának a kialakítása 1925-től. Ugye itt már a cenzúrát is bevezetik, tulajdonképpen minden hatalom az övé lesz, egy színleg kollektív vezetés működik, ez a fasiszta nagy tanács, de az élén az egyszemélyi vezető, a Duce, itt láthattuk is betűkből kirakva az ő nevét, ami azt jelenti, pontosan ugyanazt jelenti, hogy a német Führer kifejezés, tehát vezér, aki tulajdonképpen vezetni méltó az egész országot, és egyfajta egységet valósít meg, ahogy ezen a képen is láthatjuk. Az külsőségek ugye tovább folytatódnak, a jellegzetes karlendítés, amit még a római légióktól vett át talán Mussolini, és a fő célja nem kevesebb volt, a fő külpolitikai célja, hogy a régi római birodalomból minél többet a mediterránum térségéből megpróbáljon Olaszországhoz csatolni. Természetesen ez egy hiú vágyálom volt, hiszen nem rendelkezett olyan gazdasági és még kevésbé katonai erővel, hogy ezt megtehesse, viszont elkezdett számos háborút. Ezek a háborúk több-kevesebb sikerrel mentek végbe, szeretnék majd róla részletesebben beszélni pár perc múlva, de egyelőre elég annyi, hogy számos ilyen háború aztán a II. Világháború elejéig elhúzódik, és az időközben szövetségessé vált Németország fogja ezeket befejezni, például Észak-Afrikában és a Balkánon. A nyílt diktatúra kiépítésének további lépéseiről is beszélnék, ez pedig ugye a cenzúra után, ami tulajdonképpen a sajtószabadság megszüntetését jelenti, a pártok szakszervezeteknek a felszámolását is jelentette. Mussolininek nem volt egységes ideológiai rendszere, hanem inkább ilyen rögtönzéseket helyezett egymás mellé, de azért fölismerhető néhány fő irányelv. Így például a korporációs rendszer, amit a belpolitikában egy eszköznek gondolt. A korporációs rendszer tulajdonképpen egy katolikus elképzelés volt, ő innen vette át, nem más jelent, mint hogy a régi szakszervezetek és érdekképviseletek helyett a gyárakban a munkások és a tőkések egyfajta közös testületeket, hivatásrendeket vagy korporációkat hozzanak létre, amelyben a szükséges megbeszéléseket lefolytatják, tulajdonképpen ellenőrzött módon az állam felügyelete alatti megegyezést keresik, tehát egy állam által iránykodott gyámkodást jelent. Nem jelenti azt, hogy önkéntesen a munkavállalók képviselhetnék az érdekeiket, és korlátozta a munkaadóknak a szabadságát is. Igazából a másik kedvenc, hát úgymond szólama Mussolinnek szónoklataiból is, meg tetteiből is kivilágulik, ez a totális állam fogalma volt. A totális állam nem mást jelent, mint hogy az élet minden területén az államnak joga, sőt kötelessége irányelveket adni és megszabni az egyéneknek az életterét. Tulajdonképpen a
munkaterületén, az oktatásban, a közigazgatásban, a múlt értelmezésében, természetesen a külpolitikában, hadseregben mindenképp. A háborút az állam egyfajta ilyen egészséges immunválaszának tekintette Mussolini, olyan módon, hogy amelyik állam nincs háborúban, és nem energizálja így az ifjúságát, és az emberi erőforrásait, az elsorva szükségképpen a népek nagy versengésében. A gazdaságra rátérve, ugye egy totális államban mindig az állam vezeti a gazdaságot, és ő szabja meg az államnak a fő gazdasági befektetéseit, és ahogy minden totális állam is erőteljesen korlátozta a magántőkét, de nem szüntette meg. Tehát a kommunizmussal ellentétben a fasiszta és a náci állam sem magántulajdon ellenes, viszont meglehetősen igyekszik beleszólni a gazdaságba. Ennek ellenére Olaszország látványos eredményeket ért el, a munkanélküliség csak nem teljesen megszűnt, lecsapoltak rengeteg mocsarat, autópályákat építettek, a legnagyobb autópálya rendszer két egykori totális államban épült ki, ugye Olaszországban és később Németországban. Erőteljes propaganda működött, mint ahogy mondtam, a római jelképekkel, és hát ugye arra is sor került, hogy Olaszország tulajdonképpen a külpolitikában egyre inkább hallassa a hangját. Erre szeretnék most visszatérni a következő kép segítségével. Ez, amit látunk, a fekete területek, azok a terjeszkedésnek a kijelölt irányai. A terjeszkedés egy nagy iránya, ugye Észak-Afrika volt, az egykor római birodalom partvidéki területei, Líbia, Egyiptom, majd egy kicsit ugye délebre, délkeletre, Abesszínia, Etiópia. Ezeken a területeken folytatott hódító háborúkat Mussolini, de néha ezek kegyetlenül elhúzódtak, és annak ellenére, hogy a modern hadseregen rendelkezett, a helyi benszülött törzseket nagy nehézkesen sikerült csak legyőznie. Az afrikai gyarmatbirodalomnak a kiépítése után vagy mellett nagy hangsúlyt helyezett Közép-Európa és a Balkánnak a befolyásolására is. Például Magyarországgal is 1927-ben örök barátsági szerződést kötött Mussolini, ami Bethlen Istvánnak és a Horthy irányításnak is nagyon jó jött, hiszen mind a két ország elszigeteltségben volt. Olaszország ugye a győztesek oldalán állt, de Magyarország a trianoni béke után hosszú ideig nem tudott a külpolitikában érdemlegesen bármiféle tényezővé válni. És mind a két országnak kapóra jött, igazából Jugoszlávia ellen, amely Jugoszlávia kettejük között feküdt, és vele szemben területi követeléseik voltak. Ezen kívül Olaszország meglepő módon a Szovjetunióval is, ha nem is szövetséget, de egyezményt és tárgyalásokat folytatott, ami szintén egy elszigetelt ország volt. Tehát itt is látszik, hogy Mussolini aktivitása azokat az űröket is keresi, amely országokat a nagyhatalmak valamiért hanyagolják, például Franciaország és Anglia. Volt egy-két olyan akciója viszont, amiben beletörte a bicskáját, például a görög szigetvilágra is rávetette a tekintetét, amit az angolok egyértelműen nem hagytak, ezért itt visszavonulót kellett folynia, de például 30-as években Albániát már meg tudja szállni. Ilyenkor, ezekben az években, tehát a 30-as években járunk, mindent megtesz azért, hogy ennek az erősödő államnak, ami azért gazdaságilag még mindig nem számított az európai nagyhatalmak közé, minél nagyobb befolyást szerezzen. A fölemelkedő Németországgal is szövetséget köt, ez már ugyan egy későbbi témakörhöz tartozik, csak előre bocsájtanám, hogy kezdetben ellentét volt a két ország között, tehát Olaszország egy kicsit féltékeny volt, ugye 33 után megerősödő, illetve akkor kialakuló náci államnak a külpolitikai ambícióira, de későbbiekben fognak majd összefogni, és alakítanak egy tengelyhatalmak elnevezésű szövetséget, illetve a II. Világháborúban is, ugye, hát ha nem is támogatják egymást, mert igazából különálló háborúkat folytattak, de azért szövetségeseknek számítanak, illetve a németek később majd megszállják Olaszországot, amikor Mussolini majd elveszíti hatalmát, de még nem tartunk ott.
Azért ugrottam ezekre a tényekre is, hogy lássuk azt, hogy Mussolini ugye a 20-as éveknek a második felében és a 30-as évek elején érte fénykorát, az a fajta államépítés, amit fasizmusnak nevezünk. Ugye miben különbözik a nácizmustól? Ezt fontos megjegyezni. A fasiszta állam bármilyen furcsa nem mutat erőteljes antiszemita vonásokat, nem nagyon élt zsidóság ugye Itáliának a itáliai félszigeten, maga Olaszországban, de láthatjuk azt, hogy sok területen ugye külsőségek, katonás rohamosztagok, jelképek használata, demagógia, állam irányította gazdasági lépések és népjóléti intézkedések és agresszív külpolitika, mindenképp láthatunk hasonlóságot. Egy fontos belpolitikai stabil lépést szeretnék legutoljára megemlíteni, ami Mussolini államát hát a mai napig is árnyékot vet a másik félre, ez pedig a Vatikánnal kötött egyezmény. 1929-ben történt a híres lateráni szerződés, láthatunk is egy képet, Pius pápa és Mussolini írják alá ezt a szerződést, amely egyezmény ugyan nem jelentett szoros szövetséget eszmeileg, ideológiailag, hanem azt jelentette, hogy kölcsönösen elismerik egymásnak a hatalmát, befolyását. Ez a pápának azért jött jól, mert ugye 1870-ben megalakuló Olaszországban hosszú ideig rendezetlen volt a korábban földbirtokosnak is számító pápának a helyzete. Végül Vatikánvárost ő megkapja, és ott tulajdonképpen államfőként is uralkodhat, mai napig is megvan ez a terület, illetve Mussolininek is jól jött az elismerés, a nácizmussal hát valamennyire ellentétben a kereszténységnek egyfajta támogatására számított az olasz fasiszta állam, és nem volt ateista ilyen módon. Természetesen a kereszténység igaz szelleméből és üzenetéből semmit nem valósított meg. Itt zárnám az előadást, hiszen Olaszországnak a II. Világháborúban játszott szerepéről később fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmet!